A peniszt fonalas gombák alkotják, amelyek spórákkal szaporodnak. A spórák apró, könnyű és szabad szemmel nem látható részecskék, amelyek a levegőben terjednek és megfertőzik a környezetükben levő tárgyakat. A szennyezett felületen változatos színű bevonatot képeznek, amely lehet fehér, sárga, zöld, krém, kék, fekete vagy szürke. A penisz megjelenésének legfőbb oka a beltér magas páratartalma, amely megzavarja az egyensúlyt a nedvesség forrása és annak elvezetése között. A penisz nem csak a beltereket károsítja, hanem az emberi egészséget is súlyosan veszélyeztetheti. És a következmények? Hörgőasztma, kötőhártyagyulladás, nátha, ekcéma. A nemzetközi képviseletű Grizzly cég egy olyan speciális krémet fejlesztett ki, amely a falazat és más építőanyagok hidrofób, azaz víztaszító kezelésére alkalmas. Az AquaProtect Nano elnevezésű szilícium mikrorészecskéken alapuló termékünk megalkotását alapos kutatás és fejlesztés előzte meg. Krémünk hosszú távú és alapos tesztelése egyértelműen bizonyította annak hatékonyságát az anyagok víztaszító kezelésében. Az AquaProtect Nano krémet különböző fajtájú régi téglákon teszteltük. Égetett téglákon, vályog és beton téglákon. Kísérletünkben bemutatjuk krémünk hatékonyságát. A nanoszilícium részecskék a homok részecskékhez kötődtek és víztaszítóvá tették őket. A videóból egyértelműen kiderül, hogy a homok teljesen laza és levegős szerkezetű. A baloldali tálban közönséges, kezeletlen homok van, amely azonnal felszívja a vizet, majd a víz átfolyik rajta, mint egy szitán. A jobb oldali tálban levő homokhoz 30 nappal a kísérlet előtt AquaProtect nanokrémet kevertünk. Az eredmény elképesztő. Az atomok erőteljes taszító erejének köszönhetően a vízmolekulák nem tudnak kötődni. A homok nem nyeli el a vizet. A víz addig marad a homok fölött, amíg el nem párolog. A krém alkalmazását követően a hidrofób membrán a furat körül terjedni kezd. A membrán kialakulása az anyag nedvesség tartalmától, de leginkább az alkalmazástól eltelt időtől függ. Ezen a régi téglán krémünket a furatban alkalmaztuk. A hidrofób membrán 14 nap alatt 8 cm-esre terjedt. A második mintát az alkalmazástól számítva 30 nap után ellenőriztük. A membrán terjedése meghaladta a 13 cm-t. Az AquaProtect Nano kísérleti vizsgálatai során megfigyeljük különböző építőanyagokra gyakorolt hatását, azok hidrofobizálásának lehetőségeit, a krém alkalmazhatóságát, stabilitását, az ismétlődő fagyokkal szembeni ellenállását és még sok egyéb paramétert. Az egyes anyagokból mindig két mintát veszünk. Az egyiket eredeti állapotában hagyjuk, a másikra a krémünket alkalmazzuk. Ezt követően mindkét mintát több hónapon keresztül egyforma feltételek mellett teszteljük. Következő kísérletünkben a krémünkkel kezelt pórusbeton vízzel szembeni ellenállását teszteltük. Mivel a víz nem tud felszívódni, csupán cseppek formájában gördül a felszínen. Az egyszerű pórusbeton gyorsan magába szívja a nedvességet. A víz pillanatok alatt felszívódik a kapillárisokban. A krémmel kezelt pórusbeton tartályban levő víz nem folyik át az anyagon, és nem szívódik bele annak kapillárisaiban sem. Ezen porózós zsalukövek esetén az egyik minta AquaProtect nanokrémes kezelést kapott, a másik nem. Hogy melyik a kezelt? A válasz egyértelmű. A világ számos épülete szenved a falak nedvesedésétől,
amely nem csak sóvirágzást és a penészgombák terjedését okozza, hanem az építmények sérüléseit is. Az AquaProtect Nano segít a probléma végleges megoldásában. Az injektálást kis ügyességgel önerőből is megoldhatjuk. A munkamenet a következő. Először húzzunk egy olyan vízszintes vonalat a külső falra, amely a belső padló magasságában, vagy 5 cm-rel a padlószint fölött lesz. Ezután a vonal körül egy pár centiméteres csíkban tégláig eltávolítjuk a régi vakolatot úgy, hogy feltárjuk a téglaközt, ahol majd a kezelést végezzük. A fal vastagsága meghatározható a fal átfúrásával úgy, hogy a fal átfúrása után a túlsó oldalon a fúrófej végét visszanyomjuk a fallal egy szintbe. Ebből levonunk 3-5 cm-t, és a fúrófejen megjelöljük szigetelőszalaggal. Így a fal vastagságnál 3-5 cm-rel rövidebb furatokat tudunk készíteni. Ezután 10 cm-enként megjelöljük a feltárt téglaközt. Ezekben a pontokban fogunk fúrni. 14 mm-es átmérőjű fúrófejet használunk. Az eljárást megismételjük a belső válaszfalakon, ahol is a padlóhoz lehető legközelebb fúrunk. A furatok lehetőség szerint legyenek 3-5 cm-rel rövidebbek, mint a fal vastagsága. Ezután sűrített levegővel vagy egy pumpával kitisztítunk minden furatot. Miután az összes furatot kitisztítottuk, elkezdjük a falazat injektálását. Az AquaProtect Nano krémes állagú. Egyszerűen betöltjük a nyomástartályba, amit ezután nyomás alá helyezünk. A fúrópisztoly csövét ütközésig behelyezzük a furat mélyére, majd az adagolókarral szabályozva az átfolyást, egyenletes mozgással kihúzzuk, miközben a krém kitölti a furatot. A biztosabb eredmény érdekében a furatokat gumitömítő kúppal is után nyomjuk. Utolsó lépésként a furatokat speciális dugókkal zárjuk le, megakadályozva ezzel a krém esetleges szivárgását. A falazat injektálásával elindítottuk azt a néhány hetes folyamatot, amely alatt az AquaProtect Nano szétterjed a falazatban, tökéletes vízzáró réteget hozva létre. Ezt követően a falazat elkezd száradni. Megszüntetve a penészgombák és a sóvirágzás okait, falaink újra egészségesek lehetnek.